AU. Artikulálj tisztán. AU. Az az arany. Nem van itt nem én a régi pénzverde még. épülete mellett gyakran járok el, és azt tudjátok, hogy ott van a magyar kereskedelmi készletnek egy elég tetemes része. Az a kaszinó. Ott szokták elverni a pénzt. Nem itt, itt verték. Nem el, hanem csak uh -huh. De ugye mindenféle bántalmazást azt már így nem teszik lehetővé a törvények, szóval itt már ilyet nem csinálnak. Uh -huh. És itt rengeteg ilyen aranyműves van, és van olyan rendszám, hogy AUAR, mármint, hogy konkrétan ez a rendszáma, és akkor abból többféle szám is van. <laughs> Attól függ, hogy milyen százalékos, nem? <laughs> ja, ja, ja. A hidegsebész című sorozatban volt, hogy mondja a csaj, hogy hát igen, az arany ékszer, az rezet is tartalmaz, ezért vezeti az áramot. Hé? Ha? Mint ha az arany nem vezetné, vagy nem, tudom, hogy mit akartak. De ráadásul nem rezet tartalmaz, hanem ezüstöt. Hát, na, de, de érted. Vagy nem tudjuk, hogy ők a világ mely részén veszik az aranyékszert, még a török is úgy tudom, hogy aranyat és ezüstöt tartalmaz egyszer. Aha. Hát na jó, a szennyezőanyag lehet benne akármi is. Tehát hát a karát mondja meg, hogy mennyi, mennyi az arany benne. De a többi hát. az ezüst. Elméletileg a 24 az, az tiszta. Mm -hmm. Megmosták. Mm -hmm. A Youtube-on jött fel egy csomó ilyen, ilyen videó, ahogy, hogy hogyan finomítják az aranyat, meg találtak egy ilyen nagy darab valamit, és akkor hagy abból kivonja az aranyat, tudod, ilyen salétromsav, meg mit tudom én, meg királyvizet csinál, meg mit tudom én, ilyen. Elég vicces megoldások vannak. Meg ugye, amikor megveszi ezt a ilyen aranyozott valamit, mérőtűket, meg ilyeneket, de vesz belőle 15 kilót, és akkor ki, ki nyeri belőle, visszanyeri az aranyat, és akkor ilyen videók vannak az ebay-en is. Jó, Néz ki csak a világ összes pénzét Elköltik savakra, meg lúgokra, meg bóraxra, meg, meg mindenre. Hát egy klasszikust idéznék. Kőolaj. Finomító. Azaz. Hát miért nem csinálják valamiből, ami eleven finom? Már majdnem finom. Mondjuk például krumpli. Igen. Nem is kell a nagy gyár, belerakott fezékben, főzött, már finom. Ugy. Nem tudom, mi, miért, sose hallottam. <laughs> egy kis besenyőm. Az a de... műrepülő. Mm de hát ha már repül, akkor miért nem igaziból? Miért mű? B és ti milyen együttható? Surlódási együttható a helyzet. Amikor ugye, ugye, repülőnél. <sorlódás> a smirgi kitalálója mondta azt, hogy kész a nagy mű. Bocs. Üdvözöljük kedves hallgatóinkat az Ártosztály Podcast 211. adásában. A felvétel napján 2024. szeptember 21-e szombat van. A mikrofonnál pedig a szokásos stáb, Isti, Szinenéli, Benedikt és Charles. Elértük az egy negyed ezer Spotify-os feliratkozót. Hát, vagy úgy is lehet mondani, hogy továbbra is igaz, hogy több feliratkozónk van, mint adásunk, de az... Még? azért bele kéne húznatok, meg. Mert... Mi dinamikusan haladunk. És ezúton is köszönjük az összes Patreon támogatónknak, akiket név szerint szeretnénk említeni. Amennyiben ti is szeretnétek Patreon támogatók lenni, és itt meghallgatni a neveteket, hallgassátok végig az adást, mert ott van hozzá a hint. Nem lehet, hogy az a van a baj, az oda van téve, a vége. Főcímé, Azért gondoltam, tehát... hogy most így előre is be, behozom egy említés szintjén, hogy. Nem biztos egyébként, hogy ennyi a probléma, mert Isté is nevet, és ö, nekem gyanús, hogy ő hallgatott minket előtte is. Én hát mondjuk, hogy társadalmi munkával támogat, ami valószínűleg drágább, hogyha órabéren számolnánk. Köszönjük. Nagyon szépen, én köszönöm. Most akkor elő az összes olyan mondása, hogy Magyarországon mivel lehet Dunát rekeszteni? A Ki lehet menni a Tiszához megnézni, hogy árad-e a Duna. De például most jól látszik, hogy korrupciós ügyekkel nem lehet. Hiába mm. mondja mindenki azt. Hát igen. Viszont mennyivel igazabb a mondás, hogy sok víz lefolyik még a Dunán? <laughs> mire ez az adás élesbe megy? Az valójában csak annyit jelent ebben az esetben, hogy korábban fog megtörténni. Hát mire ez az adás lemegy, addigra elméletileg az árhullám is tetőzött. És ennek én nagyon tudok örülni, mert ez azt jelenti, hogy megszakad az inflációs növekedés. Nem akartok valami technológiai hírbe hozni? De! Csak nem megy. Én csak szíjelet, az pár semmi olyanról nem beszéltek, mint ápolában, csak össze-vissza. Jó, beszéljetek kis állatokról. Hogy sinek valami. Mit szóltok macskához? Hát ez elég morbid ez, a, amit beraktatok. Ja, 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 tudom, tudom, a macskák, macskák. Az úgy jött ide a macska, hogy a múltkor beszéltünk róla, hogy a Musk trump uh, e, cseverészet, és akkor kiderült a hetekben, hogy a Trump nem szereti a macskás hölgyeket. Ezért akartatok Igen. ezt idehozni, hogy végre Taylor Swiftről értekezhessünk. Na, meséljetek! Az a baj, hogy ezt a 20 másodperc csöndet nem lehet benne hagyni. Pe pedig ezt a két értelmes arcot mindenképpen fotoztam Volna. Két, két oka volt ennek a csö csönnek. Ez egyik az, hogy a hírt te be, a másik az, hogy mit keres itt Taylor Swift. De minden esetre beszéltünk erről az egyik ces után, hogy milyen szuper jó öntakarító macska alom szűrő macska készítenek Igen. mostanában nagyon kellemes kis cuki ott Meg is egyeztük, hogy csak nehogy vele a macskát is ö, <laughs> És úgy tűnik, hogy hát már pedig ilyen előfordulhat, hogy a cica jár és utolsó útjára megy a retyóra. Lehet, hogy ez is bevándorló mert macska WC, amit... Hát be, bele kell vándorolni. Imént említett Trump elvtárs megmondta, hogy a bevándorlók eszik a macskákat. Na hát akkor lehet, hogy ez rögtön egy ilyen kis barbecue sütővel párosítható, hogy amikor tisztítás érdekében becsukódik a bejárata, és szegény macskát ezt néha úgy tűnik, hogy magára zárja, akkor utána csak alá kell ilyen gyújtani. Hát nem is bezárja a macskát, hanem becsípi, becsípi ez chibi, a, a vagy nem tudom micsoda, bezáródó ajtó, de figyeljetek, tehát, hogy össze lehet kötni a... De van, csak becsukódik, és bemarad a macska. Mm -hmm. ...funkciókat, mert hogy van infraszenzorot, tehát, hogyha azt egy kicsit ilyen nagyobb kapacitással szereled föl, akkor amúgy lehet, hogy meg is tudja sütni a macskát. Először perzselni kell, mert nagyon szép. És melegen tartja. <laughs> ja. Hát egy dörzsölő is kéne szerintem, mert szőrével csak a baj van. Hát de hát ott van benne ilyen tisztító berendezés, nem? Ami valamit csak kezd a... Két literre. De csak azzal a részével, ami benne van. Játssz <laughs> a többivel. Hát <laughs> az oké. Mondjuk érdekes ötlet az, hogy ha ha kicsit tovább gondoljuk, vagy visszafele gondolkodunk, hogy ha párosítjuk egy, egy ilyen fűtőszállal, akkor akár rögtön hatást taníthatod, megsütheted a ürüléket. Azt egyébként nem tudjuk, hogy mi történik benne. Ar Arról nem szól a cikk. Kiszedi a kakit, és összegyűjti maga alatt egy ilyen kis Álva tálka, és akkor csak azt kell üríteni időszakosan. Szóval, hogy történt, hogy One Man and Five Cats néven Philip Bloom indított erre ne keressetek egy YouTube csatornát, és hát ő hallotta arról a hírről, hogy az Amazonos cica háztartási készülék, ami egyébként normális esetben mind a cicának, mind a gazdinak jó, az időnként olyan balesetet okoz, hogy becsípi a cicát, és akkor a cica simán csak belepusztul ebbe az attrakcióba. Hát illetve azt mondják, hogy nem lehet el eleresztetni a vele semmi tehát a sérülés nélkül nem lehet a macskát kiszedni belőle. Azért az megint egy jó dolog, nem? És akkor ő elkövetett egy tesztet, nem sikerült megvenni az eredeti terméket egyébként, mondjuk érdekes. De ha az AliExpress-en vett egy nagyon hasonló másolatot, annyi, hogy ennek nem volt cicefüle a tetején. Az az éjszakaim is szarba készült ugyanaz. Hát nagyságrendileg igen, tehát hogy minden másban tényleg hasonlít így a fotó alapján az úgymond gyárira. Mondjuk az AliExpress-es árhoz így kiemelném, hogy 165 fontért vette a terméket, és ez mindössze 80 font volt a szállítás. Big deal a szállítónak és akkor ezen letesztelte egy plüsticával, amit annak rendje és módja szerint becsípett, aztán egyébként nagyon okos emberünk, mert ő a saját kezével is letesztelte, és képzeljétek el, hogy azt is becsípett. Nem maradandó, de látványos sérüléseket szerzett. Ez olyan, mint amikor a Cybertruckot kipróbálták, az megvan, hogy hát oda csípheti a kezedet. Így. <laughs> és egy csomó youtuber megcsinálta. <laughs> Én először kipróbálták répával, oda csípi. Kipróbálták Virslivel, az kipróbáltá, azt is oda csípi. Hát próbáljuk ki az, új, az újunkkal is. <laughs> Mi baj történhet címmel? Hát egyébként gondolom az, hogy rögtön be tudják perelni a Tesla-t. Na, de kipróbálta egyébként a kezem mellett még bancsival is, és nagyon jól lehet banánpürét csináltatni ezzel a szerkezettel. <laughs> Így van. És akkor jó esélye cicából is tud valami, hát közepesen pürésítettet a és a sárkon. Igen, nagyjából innen indultunk, csak Amerikából. Tudod, az a baj lehet, hogy rossz szép kategóriába adják. Elrontották a kategóriát, nem konyhai eszközként árulják. Na volt aki a részszerünk, és olyan De meg a formáját még egyszer. <laughs> Azért kérdezem, pont jó a listelőhez! Aj, de rasszisták vagytok, szégyeljétek magatokat. Alá kell betolni, tehát, hogy nézd meg még egyszer azt a dobozt, amiről eddig azt gondoltuk, hogy a cicaürülők tárlója, az valójában maga a rizs doboza. De figyeljétek, az a jó hír, hogy van megfejtés, hogy mit kell ezzel csinálni. Mert Filip úr rájött, hogy ha esetleg ne vagy Isten, az a gyári alkalmazásához csatlakoztatja ezt a terméket, hiszen ez egy 2024-es termék, lehet firmware frissítést kérni, és, 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 és akkor bekapcsolnak azok a biztonsági apróságok, amik egyébként bele vannak szerelve a szerkezetbe, csak gyárlag inaktívak. És akkor például elkezd működni az infravörös ajtóbejárat figyelő. Bár valószínűleg azért a másolatnak vannak ilyen egyéb kis apró hibái, hogy mondjuk ettől még ugyanúgy, ha becsípi a kezed, akkor nem ő törik el, hanem te. Tehát, hogy a fejlettebb darabok azok, azok olyat tudnak, hogy biztonságokból előbb törnek, mint a, mint a bacska. De jó eséllyel megelőzhetők a komolyabb balesetek egy fönnbe frissítéssel. Ez a nap üzenete, hogy valami tech podcast hatása is legyen annak, amit csinálsz. Te ott, meg te ott. De ha a cicad nem van, akkor azt már hiába frissíted. Hát igen. De meg tudjátok nekem mondani, hogy miért kell ennek az ajtaját bezárni? Tehát most a cica elvonul bent, akkor... Nem akkor zárjuk be szerintem az ajtaját, amikor elvonul a macska, hanem akkor, amikor nincsen benne a macska. Hogy ne, ne legyen büdös. Amikor Igen. közeledik, akkor... Csak ki annyi, ki... hogy amikor... Igen. <laughs> hogy amikor áthalad rajta, akkor rendon be tud záródni, igazából ez lesz a hiba valószínűleg. Ha, lass... ha, úgy gondolja a macska, hogy az ajtó nyílásban a küszöbön alszik, akkor becsukódhat. Hát képzeld el azt a macskát, amelyik ilyen óvatosan csak így kidugja a fejét, körül szag lesz. És akkor már is Giotinnak hívják. Vagy be. Bejotin? Vagy mi? Na jó. Szerintem. Ezek ilyen nagyon hasznos készülék. Mire lehetne ezt még jól használni egyébként? Tehát, hogy most persze itt bugnak tűnik, de, de mire lehetne ez jó? Például, ha nagyon idegesít a szomszéd cicája. Ő. <laughs> Tabdálba lehetne ejteni. Nem, nem, figyelj, tehát, hogy ha, ha már úgyis megerősítettük például az infraszenzort, mi lenne, hogyha ugyanezzel az infraszenzorral úgy megnézed, hogy a macska nagyjából mekkora részét teszi ki ennek az ajtónak, tehát így viszonylag nagyot. Mi lenne, hogyha egy fésűt oda beépítenénk, és akkor macska fésű, de jobbat mondok, infravörös vagy valamilyen más hasonló hullámok, amilyen jól lehetne például bolhát írtani az állatból, ahogy megy át rajta, és akkor azt csak ott megsütögeted a bundáján azzal a sebességgel, ahogy ő megy át. Hát, meg de más hogy más ugye, tenni. egy, ha túl gyorsan megy, akkor egy kicsit megszorítod, és akkor. <laughs> csak megfogod a fejét, és megfésül egy a stabil állapotban könnyebb kiszedni belőle a bolhákat. De nem, arra gondoltam, hogy te tényleg ezt lehetne használni ilyen valami hullámokkal a cicát kifésülni, amíg ott ben van, addig bongyorgatni például, hát pont úgy néz ki, mint azok a... Vagy egy tartós hullámot belerakni így, így ezt ezt akartam a... mondani, az egész macska. Az ajtóval. Nem az ajtóval, azt enged már -e. Mint a fodrásznál, tudod, azok a búrák. nem engedi el, az a baj. Az asszonykákat régen. Azok a búrák. Lehetne Egyébként hasonlít alamire. az alakja. Az azért mondom. Bemegy az Igen, egész macska, és akkor kijön egy göndör macska. Na? Már csak a fűtőszál hiányzik belőle, amint megbeszéltük. De hát meg a forgató, tudod. És akkor ugye meg lehet még mindig csinálni, hogy amikor nincsen benne macska, akkor csinálsz benne rist. Ha már van benne, úgyis fűtőszál is. Mm. Ja. Lazán kapcsolódik, tudjátok, hogy hívják azt az állatot, amelyik halála után még 300 forog? grécsérke Ez hosszú lesz a csend. Tényleg ez a vacak, ez miért nem tud mozogni? Azt néztem, hogy ez lábakon áll. De mennyivel praktikusabb lenne, hogyha ez a... a... Kergetni a mocskát, hogy gyere, gyere és De nem, hanem, hogy egy ilyen rumbára így rá tudni ülni. Nézd, meg, elég magas ahhoz, hogy ezek a lábak mondjuk megemelkednek pár centivel, jön a rumba, így fölemeli két lábát, az betolat alá a rumba, fölemeli a többi lábát, és akkor a rumba el tudja őt vinni, vagy a szemetet belőle, vagy mit tudom én. De az csak a szobába tud vinni. Rumba. A rumba. A, egyébként nem rossz, ez egy kicsit ilyen szájborgosítja a macskát, nem? Mm -hmm. Mi lenne, hogyha kiborg, de hogyha kiborg, akkor már lehetne egy új kifejezést használnunk, biohibrid robot, amivel a Cornell Egyetem kísérletezik. Bocsánatot kívánok, ilyenünk, ilyenünk, volt gyerekkorunkban a Tini Ninja harci teknőcöknek a, a főgonosza, az mi volt? Egy aranyhal volt abban a nagy uh, robotban, nem? Egyik, egyik gonosz. Nem, bárjál, az a, az a Megahagyban volt a... Igen a halacska, a Tini Ninjákban meg egy agy volt így elrejtve, nem? volt bele, akkor igen. Szóval ezt már főtaláltak 30 Nagyon adja ére. magát. Megadja? És akkor arra, arra gondoltál, hogy akkor bele, hogy ezt a cuccot fölrakjuk a rumbára, beletesszük a macskát, és akkor a macska az onnan bentről a kabinból irányítja a rumbát a szobában? Nem, 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 nem. Én sokkal kifinomultabb dologra gondoltam. Mint mondtam, a... nem is én gondoltam, hanem maga a Cornell Egyetem. Ők is rumba gondolkodnak. M Más rumba. Más rumba, igen azt találták ki, hogy robotokat gomba irányítás alá vesznek, vagy... Igen, ez... Gombakontroll. Gombakontroll, aha. Az erre vonatkozó filmet láttuk, a dokumentumfilmet, ugye a sorozatot, a Last of Us címűt. Abból még készítettek számítógépes játékot is, nem? Nem, először volt a számítógépes játék, de igen. igen <laughs> amikor már Tetrisből is csinálnak filmet, akkor... Én, Tetris? Úgy érzem, hogy közeleg a vég. De ti értettétek, hogy mi a cél azzal, hogy mozogjanak a gombák? Hát, hogy arra voltak kíváncsiak, hogy ezek ugye alapvetően helyhez kötött élőlények, és mi történik, hogyha lehetőséget kapnak arra, hogy, hogy helyet változtassanak. Beletették egy ilyen három mászórobotba robotba a lényegében, és elkezdték fény impulzusokkal ingerelni. És Kiderült, hogy ha lehetősége van arra, hogy megmozduljon, akkor valamilyen módon a gomba nem létező agyára, teszem hozzá szerintem ez Neuralink 2.0, mert a gombának tudjuk, hogy nincs agya, és mégis megmozdította a robotot, uh -huh. valahogy mégis megoldotta azt, hogy ezt a robotot elkezdje abba az irányba mozgatni, ahol az impulzust kapta. Méghozzá minél intenzívebb volt a fény, minél jobban tetszett ez neki, annál dinamikusabban. Ami egyébként full szűrel, mert hogy ezek szerint lehet, hogy ki kéne próbálni, hogy léteznek-e entek. Ekkor ez azt jelenti, csak hogy, hogy jól értsem, hogy most a gomba az megtalálja az utat majd a tányérunkhoz? Akár. Hát meg, hogyha végre nem három, hanem mondjuk ilyen ötújjas kezeket lehet velesételtetni, akkor az Adams Family a simán egy gombával irányítható plusz szereplőt kap. A thing. Igen, 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 igen. Vagy a Diablo-ból a Friendly Gauntlets. Mert csináltak belőle kis robotautót is. Mm -hmm. Ja, tudom már, akkor ez azt jelenti, hogy utol fogják érni a gombák a molylepkéket. Ők is fényre jönnek. Uh -huh. És én kis robotautókat fognak majd biztos építeni, Ami után. De ha én ezt tudom, hogy erre képes ez a mondjuk ki a nevét, mert magyarul nagyon szép, az ördögszekér laska gomba, magyar nevű. Különben ördögszekér az eleve ugye ilyen magától guruló tárgy. Hát látod? Azért, azért megy. Majd... Csillag apró betű. Ha, ha, én ezt tudom, akkor én ezt a tesco megvettem volna egy adag ilyet, hát ha a Arduino val tudok vele csinálni valamit. Hát, ha Még ne fel. Mét tudom én. Most már majd fogom nézni, hogy lesz-e tálcásan ilyen, mert amúgy nem egy, nem tudom, nem, nem, olyan gusztusosnak tűnik ez a gomba nekem megenni, bár itt, itt előfordul azért a Természetes állapotában ilyen kék tálcán van lefóliázva celofánnal. A hátsó zöldséges polcon. Aha. Igen, igen, igen. Ott terem. Egyszerű háztartási tippek kezdő IT felhasználóknak. Kapható boltban kész Málnás Pite. Raspberry Pi néven kell keresni. Uh -huh. Uh -huh. Igazából kerestem rajta az USB portot, de nem sikerült megtalálni. Nehéz felbútolni De különben tényleg érdekes kísérlet, hogy valami, aminek nincs agya, és elvileg nem tud mozogni, az hogy jut el arra a szintre, hogyha adsz neki lehetőséget, akkor kitalálja, hogy hogy lehet, és, és még meg is csinálja. Hát tudod, amikor csináltak valami szépből Gilisztának a, az idekúriaiból, csináltak valami hálózatot, és akkor nem tudom, hány ilyen aritmetikai műveletet hajtott végre másodpercenként, és mondták, hogy ez a szám nem tűnik nagynak, de hát ha belegondolunk, hogy a Gilisztának eredetileg eszébe nem volt, hogy ő bármilyen aritmetikai műveletet hajtson végre azért, az nagy haladásnak tűnik. Szinkronról hallottatok már? Persze, szóval hogy a, a két is. előző hírünket. Mert hogy a szinkron agyimplantátumokat gyert, csak egy kicsit másképp csinálja, mint a Neuralink. Ja, és nem kettő, hanem már mondjuk tíz alanyon tesztelnek két kontinensen, mert ugye Ausztráliában is, meg Amerikában is. Egyszerre van mind a kettő Ausztráliában és Amerikában? Hmm. Egyik lebb, amit a másik ott, persze. Mm -hmm, é, szinkronban. Tehát akkor ez ilyen kontinensek között szinkronba hozza a, a pacienseknek a végtagjait? Hosszú lépés, persze. Mesélje! Mit is csinálnak? Összekötötték az agyimplantátumot Bluetooth-on keresztül egy Amazon Fire tablettel, és azon az Amazon alexa a kattintós verziójával, tehát amikor nem hangvezérlet, hanem gombokat nyomogat rajta. Egyébként ők is ugyanúgy, mint a Neuralink. Implantátumokkal dolgoznak. De nem implantátum, nem ezt akartam mondani. Olyan emberekkel tesztelnek, akiknek amúgy lebénult keze és vagy lába, tehát hogy nem tudnának ténylegesen irányítani semmit, és az emberrel, aki ebben a tudományos kísérletben részlet Marknak hívják egyébként, kipróbálták, és képzeljétek el, hogy elérte az Amazon Alexát, és ö, tudott ott mindenféléket csinálni, úgy, hogy csak kattintásokra vette rá az agyával Bluetooth-on keresztül Alexát, hogy mi történjen. Tök jó a, kis előre Bluetooth eszközök keresése, Amazon Fire Tablet, gal, Samsung Galaxy S24, eh, Mark. <laughs> Mark, Mark van? Öröm veletek. De egyébként nagyon örülünk, tényleg. Ez egy kevésbé invazív technológia, egyébként, mint a neuralink, tehát, hogy nem kell hozzá, hogy műtét. Ők a nyakivénába ültetnek be egy csipet. Cenzarokat. És akkor azon keresztül, a vérhálózaton keresztül jutatják el valahogy a, a, az, az agyig. Az érrendszeren keresztül jutatják be az elektródákat az agyba, ugyanúgy mm. egyébként, mint a neuralink. Hát csak ők kinyitják hozzá a kuglidat. Hát, részleg persze, hát nyilván, nyilván nincs semmi látni való. De egyébként most melyik a jobb, amikor mesterségesen szűkíted le az ilyen rendszert, vagy amikor megfúrod a koponyát, és úgy jutatsz bele idegen dolgokat? Tehát... Más lehetőségeket biztosít egyébként, mert nyilván ez kicsit így korlátozottabb felhasználási kört ad, mondjuk nem lehet vele egeret vezérelni, meg, meg ilyen kiegészítő funkciókat, amiket elvileg majd neuralink neuralinkel, igen, viszont meglepően gyorsan lehet egész jó eredményeket elérni. Ugyanaz az ember egyébként Apple Vision Pro-t irányított egy pár hónappal mm -hmm. ezelőtt, úgyhogy tök jó jel, például az ilyen ALS-es és hasonló betegségekben szenvedő embereknek, hogy, hogy kicsit önállóbb életet tudjanak élni. Uh -huh. És tovább mennék. Mi lenne akkor, hogyha ez kereskedelmi forgalomba lenne, meg mit tudom én, meg már lehetne olyan verzió, amivel te tudod csak gondolatoddal irányítani az Alexát, meg a világítást, meg ilyeneket? Ti hajlandóak lennétek beültetni magatokba egy ilyen, mit tudom én, nagyon egyszerűsített ilyen, mit tudom én, mint a fülbelövő olyannal működne teljesen biztonságosan. De nem a Jimmy-féle, ugye? Micsoda? Nem a Jimmy-féle, ugye? Nem. Zámbó. Valami másféle. Ezért, tehát egy ilyen könnyen eltávolítható meg, isz, és mondjuk kicsit drága megoldással, hogy tud vezérelni a, mit tudom én, okos otthonodat, vagy tudjál diktálni a számítógépednek, tehát ilyen nem tíz ujja a gépelsz, hanem, hanem csak így kigondolod a dolgokat, és megjelenik a képen. nem mondod, mert az, az milyen rohadt fárasztó, mi? Uh -huh. Egyébként fárasztóbb, igen, egy kicsit, de lehet, hogy én még a hangvezérlést sem szeretem annyira. <laughs> igen. Hát a hangvezérlés biztos nem. Viszont határozottan ezt látom ebben a Kísérletben is, meg úgy általában a neuralinkes világban, vagy a BCI-os világban, brain-computer interface, ugye? Hogy persze most elsődlegesen a valamilyen módon lebénult emberek refókuszálnak, hiszen náluk a leglátványosabb kimutatni, hogy amúgy mennyi hozzáadott értéke van, akár a hétköznapokban, de azért nem gondolom azt, hogy előbb-utóbb ez nem majd a gazdag elit kiváltsága lesz, hogy ilyen játékokat hmm, így kitalálnak. Szerintem maguknak. nem a gazdag elit kiváltsága lesz. Hát aztán majd a többségé. Nem, hát a gyári munkásokat bedrótozzák, és akkor az mesterséges intelligenciával majd ráveszik őket a programok futtatására. Kikutatják a fölösleges robotokat. Sokkal olcsóbb. Hát meg ugye az agy, szám, az agy számítási kapacitásairól emlékezzünk meg ezen a ponton, hogy elvileg ugye nagy részét nem használjuk, tehát hogy lehet, hogy potenciálisan egy csomó szuperszámítógép jár kell lapáttal a kezében, vagy támaszkodik lapátra? Erre még szerintem vissza fogunk térni, de. De én egy kicsit még a, a Neuralinket, amit megemlítettetek, hoznám, hoznám be, hogy úgy néz ki, hogy a Neuralink egyik megoldása kapott egy felhatalmazást az FDA-tól, az amerikai, milyen hatóság ez? Food and Drug Administration. Igen. Hogy a blind site, tehát a látó vakok megoldásukat lehessen használni a jövőben, arra, hogy az optikai idegbe közvetlen jeleket tudjanak küldeni, ugye a Neuralink által uh -huh. készített szenzor almaz segítségével, amivel hát némileg azért túlzó bejelentéseket tett Maszk, de hát ugye ezt... Ne, Ez nagyon be, távol el tőle sajnos. Igen, nem nem már történt ilyet. korábban. Is. A némileg túlzó el tőle távol, így van, a nagyon túlzó az, ami kifejezetten az ő terepe. Tehát azt mondta, hogy ezzel így egy csapásra visszanyerik a vakok a látásukat, ami ugye természetesen nem így van, hiszen a látóideg egy teljesen új használatát igencsak sokáig tart megszokni, főleg azoknak, akik soha az életükben nem láttak. Viszont valóban számukra elhozza azt a részleges látás élményt, ami ami enélkül lehetetlen lehet, közvetlen a látóidegben küldött. Jelek segítségével. Hát ez persze ilyen nagyon homályos, ilyen pontszerű látványként fog csak működni jelenleg, de akkor is haladás ahhoz képest, hogy a korábbi kísérletek, amik szintén a látóideg stimulálására szolgáltak, azoknak az eredményét ez eltörpíti. Azért az jó. Hát ez is olyan, hogy ezt is úgy is to tovább fogják fejleszteni, és akkor majd lehet kapni olyan monitort, amit BCI-on keresztül fogsz aktiválni, és akkor nem Vision próba ülsz, hanem... Te hanem magad csak leszel a Vision. igen. Megképzeljétek el, hogy akkor ugyanez a megoldás a látóknak, hogyha rákötsz még valamit a látóidegére, akkor lesz, amit ő lát, meg akkor lesz, amit a lelki szemeivel lát. Uh -huh. Uh -huh. És a fejeden fogod hordozni, mint egy head-up display-t. Uh -huh. Hát kivéve, ha lerakod a fejed, mert akkor head-down, vagy mondjuk a földet nézed, ugye, pestiként, rutinosan. Uh -huh. Ott nem a földet, hanem a földet keresed a kutyaszar között ha. Meg is van az legújabb applikáció, nem kell lefelé nézned, és már ez egy emájos e kutyaszar felismerő rendszer lesz benne, automatikus lépés elkerülővel, belelépés el gátlóval. Na, ott vannak a gombák, ugye azok kifejezetten szeretik az ilyen... E Minden szarral rá repülnek, azt mondod? Azok a legyek. Igen. Én úgy gondoltam, hogy nyomelemben és táplálékban gazdag dolgokat, és akkor rá lehetne őket fenni, hogy megpróbálnak arra navigálni, és akkor a, pont ellenkező irányba mozogva egy olyan gördeszkát. Kutyafutatóból menekülni el, ha akarsz, ha nem. És képzeljétek el kicsit tovább ö, gondolva. Még tovább. A köztisztasági hivatalnál ilyen gomba járműveket, ön, önjáró gomba telepeket küldenének ki. Mi ez a köztisztasági hivatal? FKFV. Közterület. Közterület fenntartó. Aha. És akkor ezek így kimennének, megtelepednének, és hamarabb eltakarítanák, mint az utcacseprők, akik nem. Na mindegy. Tudod, mi a különbség a... Jajaj, jaj. jaj. jaj, jaj. A, az aperitív meg a StarTech között. Az aperitív az előpia, a StarTech meg utópia, tehát... De volt egyébként, hogy ugye az elején is a macska... Macskafogó! Hát! Ó! Oh, ma... Ez, ez, ez egy kicsit lassan, lassan jött le. Mint egy szerencsére hosszú az adás. Hosszabb, mint kéne, igen. Emlékezhettek esetleg arra az epizódra, amiben Viktor volt a vendégünk, és a vérszállító drónokkal kapcsolatban beszéltünk. Ez volt azt hiszem a 102. adásunk, mentődrónok és vérlovagok. Aha. Képzeljétek el, hogy úgy néz ki, hogy Londonban üzembe állították a vérdrónokat, és kórházak között ezzel szállítják a, a vér sürgős vérszállítmányt. Nem nem mintákat, vérszállítmányt. Igen, blood sample -nek hívják, de valóságban az ö, ilyen eltömlesztésre alkalmas vér. Igen? Igen, hát. igen. És úgy néz ki, hogy ezt most bevezették, és nem tudom sajnos elhessegetni azt az aszociációt, hogy korábban ugye a házhoz szállítás volt az, amire főként a drónokat használták, és véletlenül akkor a szoftvert így össze Összecserélik, és a vámpírok ezzel fogják majd a vért házhoz rendelni. Uh -huh. Where is my bloody breakfast! <laughs> szóval Írországban továbbra is működik ez a dolog, tehát mind a kórházas, mind a drónkiszállítós dolog. A vérre is? A vérre is, igen. A, tehát tudod, tudod már házhoz rendelni a vért? Aha, hát megfelelő cégtől kell kirendelni. <laughs> Jaj, Úgy, vannak az zipline van, ugye, amelyik vért szállít, ugye arról beszéltünk, vagy tektek, -tek, vagy nem tudom, mi az nem amikor van egy, van a zipline című ilyen uh -huh. drónkiszállítós, az ilyen 22-es hír volt valamikor. Uh -huh. hát igen, 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 itt, itt nálunk, meg, meg Írországban vannak bizonyos kerületei Dublinnak, ahova lehet rendelni office kelléket, meg euh, hamburgert, meg vérszállítunk. Mert azt nem, elvileg nem. Még. Ne, de nem sokára közeledik ennek, az ideje eljön. Én nekem még az metődött fel, hogy az amikor ilyen vicces utcakölykök emlékeztek így, talán voltak ilyenek, akik csúzlival lövöldöznek. Képzeljétek el, amikor vérfürdő. No. Úgy képzelem azért, hogy ez nem úgy lesz, hogy egy ilyen infúziós csővel... A a csőrébe odaadják az egyik felét a csőnek. Adag vért így fellogat egy róla, és akkor az elét száguldozik keresztül. Te úgy hogy... gondoltad, hogy, hogy már menet közben be tud dugni, vagy, vagy... Hát, tehát, hogy nem, ez, ez a te megoldásod arra az opcióra, hogyha esetleg ezt valaki csúzlival lőni, tehát úgy képzelem, hogy valamilyen hűtött védett dobozban fogja ezt szállítani, tehát egy komolyabb dologgal kell előni mondjuk egy földlevegő rakétával, hogy ebből komolyabb vérfürdő legyen, de, de hogy így jó értem valahol, amit mondasz. Azzal együtt mm -hmm. kicsit furának találom, de végül is itthon is szoktam a városban látni ilyen sürgőségi vérszállító autót. Mondjuk azt nem értem, hogy miért egy ember ül benne, mert ugye, hogyha mondjuk érted, ülne benne húsz ember, akkor abban mindenféle típusú vér lehetne. Ez mm. meg így most egy-egy csomagot visz. Egy gyári csomagolásba vinnék a vért? Az a kis vére. Így pont erről beszélek. <laughs> ja, hogy úgyis, oké. Okay. Amúgy, amúgy, a kezdeményezés jó. A következő, viszont erről szerintem tényleg beszéltünk, hogy amúgy szervátültetéshez is lehetne ezt használni, szerintem erről pont beszéltünk akkor, hogy egyik kórházban ki, másikban be, hogyha mondjuk úgy sikerül, az egy ilyen város szinten működhetne, hogyha ez jól van megoldva. Véletlen nem jó részét ültetik át, aztán megszületik a robotzsaru. Hát az már megszületett ott a más rumbánál, nem? Már most okosabb, mint egy átlagos, Igaz? <laughs> Tud a fény felé menni. Nem menj ki a fényre, nem menj ki! Azért akar arra menni, hogy ne legyen sötét. A megvilágosodás hagyja. Hol tartottunk, és hogy kerültünk oda? Na jó. És megnéztem közben, 2021. szeptember 6-án beszéltünk arról, hogy ezt például lehetne csinálni, szóval évekkel később nagy nehezen sikerült lefordítani ők és megvalósítani. És kéritek ugye a, ezért a royalty persze. Várja, mert azért ez a britektől royalty-t kérni, mindegy. Még elküldik, véletlen. De, de most Charles. már legalább royal van, mert nem queen van. Elég, elég itt egy Charles. És uh, erre viszont rákapcsolnám a következő opciót, hogy a műtéteknél, hát a nem elhízott betegek esetében mit lehetne még csinálni. A Stanford Egyetemen rájöttek, hogy a bőr átlátszatlanságát azt uh, lehet csökkenteni, konkrétan egerek esetében átlátszóvá tenni a bőrfelületük egy részét, ha bedörzsölik egy egyszerű, hétköznapi ételszínezékkel, mert akkor a bőrnek a lipid fénytörés vétegei, igen, meg a, az abban lévő víz fénytörés mutatója az nagyjából megegyezik, és akkor ilyen nagyjából 3 mm vastag szövetet átlátszóvá lehet tenni. Az igazi élesztő dolog, hogy tényleg egy tök dologról beszélünk, mert az E102 néven futó, amúgy ötös megjelölésű sárga ételszínezék az, amivel így bedörzsölték a kisegeret, és akkor ennek így például a pocakján így átlátsz, és látod benne a szerveket, de hogy ezt képzeljétek el egy, egy hát mondjuk sportoló esetében, ne vagy Isten testépítőknek biztos lehet használni, mert ugye nekik nincsen lényegében testgyűrűk, szegények. A, akkor én ezzel ellen védekezek. Persze, ne tudják lehallgatni a belső szerveid. szerveidet. Így van. Kenegethetnek téged bármilyen sárgára. Nem kövérség, privacy shield. <laughs> Jó, de cserébe téged nyisztatolnak össze vissza náluk meg szó szerint tűpontosan lehetne a megfelelő helyen a kicsi vágást megejteni, hiszen átlátszóvá lehetne tenni a hasfalat. Vagy mit tudom én, hogyha egy véna szűkületed, vagy valamit van, akkor azt a területet így kicsit átdörzsölik ezzel a cuccal, és akkor látják, hogy pont hol mi, és csak azon a megfelelő ponton kezelgetnek mindenféle egyéb vizsgálatok. Igazából nélkülözhetők. Mondjuk Na? ez egy... A, egy... nővérkének nagy segítség lenne, hogy megtalálja a vénát. Így van, ezt akartam éppen mondani, hogy nemrég a nővérkém a kórházban volt, és, és szegénynek borzasztó nehéz megtalálni a vénáját. Ilyennel például, hogyha bekenték volna, Akár akkor... ez segíthet is, tehát hogy ez nem, nem teljes hülyeség, inkább csak mm. ijesztőnek mondod elsőre, mert rosszul mutat. De most gondolj bele, egy, nem felejteni el a fertőtlenítőt, hogy hova fújta. Mert mondjuk lefújná ezzel a cuccal, ebbe lenne a fertőtlenítő, megtörölni, és akkor látná, hogy hova kell beleszúrni. Ha azt hagyjam utána, képzeld amikor megtörli a homlokát. <coughs> <laughs> Felvételinél is egyszerűbb tudod, tehát a jelentkezőket fognák, a szépen bedörzsölni a homlokát, amelyiknél csak sötétség látszik, azt nem veszük fel. De ezt képzeljétek el, amikor egyetemen mondjuk puskázol. Betetováltatott bőr alá, jó mélyre, és utána bekened ezzel a cuccal, akkor simán látod a megoldásokat, majd amikor jön a tanár, gyorsan ledörzsölöd magadra, is eltűnik. Medikusok előnybe Na, sorolja fel a csontjait, és akkor rá vannak írva. Uh -huh. Mit? Nem rá vannak írva, megnézi. Hát ennyi <laughs> azt mondom, hogy megnézed, és rá van írva. <laughs> De feliratozza előtte délelőtt. Ezzel a puskázós ötlettel annyi a bajom, hogy úgy képzeld el, ahogy... Kicsit sárgább. és Hát, meg Puszt... hogy így egymás után több tártból vizsgálva, hogy lesz ennek vársz. a felülírása. Tehát, hogy még ezt így eltűnős tintával kell akkor csinálni. De Úrök gondolj emel. bele, Halloween kor mekkora menőme. <síns> De csak itt ismét a testépítők vezetnek. <síns> Azért emberekem ezt még nem próbálták ki, ha jól láttam, valami miatt. Még. Ugye itt vannak mindenféle ilyen pigment sejtek, amik, amik nem úgy reagálnak, mint a, az egérkének a bőre. Ez a Tartrazin nevű terület. Igazából jelenleg is használt ételt színező. Képzeljétek el akkor. Ez azt jelenti, hogy jelenleg is van olyan, hogy megeszed az ételt, és belülről átlátod. Nem, 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 erről kifejezetten szól a cikk, hogy a Doritosban például van, de hogy csak emiatt most ne kezd el a Doritoszt a bőrötöz dörzsölni, nem lesz tőle semmi bajod, vagy képességed. Tehát, hogy valószínűleg ez nem pont. Doritos man, képzeljétek el. Láthatatlan ember. Láthatatlan kettőt. ember. Aha. Onnan lehet fölismerni, hogy mindig jönnek mögötte az egerek. <laughs> De várj, az egerek is láthatatlanok, nem? Nem láthatatlanok, átlátszók. Átlátszók. Hát de nem hogy nem. ugye a belső szervek látszanak? Nem, hogyha be is raksz egy csomó doritoszt. Így van, megeteted velük a doritoszt, és akkor belőle is láthatatlan lesz. Annyi, hogy így az ételfesték angol nevét lehet, hogy érdemes lenne majd javasolni, hogy módosítsák, mert az, hogy Dye-nak hívják, az nekem értem, hogy Y-nal de kimondva már nem jön ki. Nem bizalom, gerjesztő. De azért a fenágosztus hát aki ilyen ekereket dörzsöget, sárga festéket, de ezek is hogy jutnak emberek eszébe? Igen, igen, ez, ez egy gondolatmenet, ami én keresztül eljutott. Hogy te ide? Igen. Ez legalább annyira perverz, mint aki kitalálta, hogy a tehén tejét meg lehet inni. Az mit akart először? <laughs> Nem, akkor így. Hát megenni a tehenet, csak volt hozzá járulékos. Igen, nézzük meg, hogy ez használható. Ö, akartok valami? Akarunk. Űrtechnológiát, vagy hagyjunk magunk után Menjünk meg az meg űrbe. Őt. De, 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 de. Nézzük meg, hogy mi történt. Visszajött már a Polaris Dawn? Vissza hát. arról csak említést tettünk két héttel ezelőtt. Azért ilyen le a a kategória továbbra is. De, de kifüggeszkedtek a összébe. Bátor emberek, igen. Vá, igen. Mert hogy ugye az ilyen egy kab... tehát hogy ö, igen, úgy egy kabinos, hogy nincsen benne külön. Nincsen külön hálószoba, ilyen. <laughs> fülke, igen, öltöző és hasonló. Szóval nem volt benne egy ilyen külön leválasztott tér, ahol kimeltek volna az űrbe. Tehát amikor kinyitották a hátsó ajtót, hogy így kettő kimászon egyébként a négyből, mert kettő nem volt tervben. Ők tartották a lábokat. Ahhoz mindenkinek be kellett öltözni Skafiba, igen, és akkor és a másik kettőt meg rákötötték erre az acél és akkor körbesételtek az űrkapszulát, de hogy ez az egész olyankor oxigén és minden mentessé vált. És képzeld el, hogy azért ezek olyan kísérletek, hogy first ever, tehát hogy még nem tudjuk, hogy ezt így utána mi fog történni. Ráadásul szereltek ilyen vagy tapaszkodókat ki. Igen, <laughs> jó ez itt szép. Hogy igen. <laughs> Amikor leválik az üvegtető, az egy kicsit kevésbé jó. Hát most legalább kipróbálták ezt is, meg hogy most először tesztelték azt a skafandert, amiben így a, a marsi kolóniákat gondolnák majd ezzel a kis fekete gumicsizmás szettel, vagy ilyen lovagló csizmás szettel így majd Felszerelni. Tehát egy csomó mindenből az első volt, amit így kipróbáltak. Például, hogy a fanhálán sugárzását, azt hogy viseli ebben a ruhában az ember. Fú, azért -e, barátom, ennyit nem tudtál volna fizetni, hogy én ezt ki akarjam próbálni, de úgy örülök neki. De talán, ők fizettek. Mert, a hogy ezek úr, igen, igen, igen. Ezek űrturisták voltak, tehát. Nem, nem egy turista volt. Jó, hát de ez fizette az egészet. Na jó, csak hogy. De három nem. Azt is fizette. A másik három az pénzért, meg érdekességből csinálta. Én nem jelentkeztem volna, de hogy fú, azért tök messzire jutottak. Szó szerint is egyébként már majdnem olyan messze jutottak, mint ide Párizs. 1400 km azt hiszem. Az volt a csúcs, ahol jártak. Igen. Hát a holthoz képest még mindig itt voltak lényegében az előszobában, de. de úgy egyébként meg messze. Szóval egy tök szép kísérlet volt. Pár év múlva majd a a Starship-el már ezek a technológiák fognak tudni tovább haladni, és akkor hát a 2030-es Marsra szállást én továbbra is izgatottan várom. Uh -huh. Ö, azt nagyon izgatottan várthatsz, mert hogy Trump éppen most jelentette be, hogy az Federal Aviation Agency, az az FAA az olyan szinten lassítja és administratív terhekkel növeli az űrutazást, hogy ő már nem nem látja elképzelhetően. Az nem a Trump, az a mask? A maszk volt, igen. <laughs> Kíváncsi voltam, hogy Trump mit, mit jelentett be hozzá. Az, az, a helyzet, hogy most már keverem a kettőt. Hát olyan... Na, szóval, um, másik ilyen űrhírünk, hogy a NASA most október 10 -e után valamikor végre kilőheti az Európa Clippert, hmm. ami nem azt jelenti, hogy a Floridából így valahova Dél-Németországra célozva... <laughs> eljutnak, eljutnak Európába. egy delfint. Az Európa Clipper az ugye az a hozzáér az Európához, és akkor hát, ez azt jelenti, hogy ide fogja nekünk a egy delfint ugye? Nem? Tehát, hogy így értem. Az Flipper? Flipper az a játék, nem? Az a... Ja, de, tényleg, de, de igaz, tényleg az Flipper, ugye vagyok. Az is. Azt hittem, hogy így a Dolphins küld egy ajándékot valahol ide. Mi nékünk, nem? Tehát, hogy ez a Flipper az, az egy hajó, nem? Tényleg, az Igen. is. Na, szóval, hogy ez egy ilyen űrkutatási hír, képzeljétek, 2014-ben indították el a projektet, csak egy, hát igen, itt is egy picit megcsúsztak egyébként a hivatalos körökön, meg a nasa a költségvetésén, meg ilyen apróságokon, meg a Space Launch Systemnek a csúszása. De hát az magyarul van, sose lesz semmi. Az az SLS. Ha nem is lőtték fel késet vagy 30 évet. <laughs> szóval, 10 évvel később, most októberben elindulhat ez a micsoda, ez képzeljétek el, hogy a Jupiter egyik holdjára megy, amit egyébként Európának hívunk. Nem is gondoltuk volna. Hát te nem, de volt, aki igen a hallgatóink közül, reméljük. És akkor végre oda Annyi, hogy azért a Jupiter kicsit messze van, szóval tíz év eltelt, mire előkészítettük, és akkor még nagyjából tíz év, hogyha sikerül kilőni, és így nem történik semmi az, hogy oda is érjem. Majd egy párszor elmegy a Jupiter körül, meg van nagyon mókás számot sikerült írnunk. 49... 49... szer fogja meg hogy... kerülni az Európát. Igen, és körbenézni és felfedezni, a felületét, hogy mi borítja és élhető-e tényleg, ahogy azt így elképzeljük ebből a távolságból a kis távcsöveinkkel. És reméljük nem fogod összeütközni az European Space Agency által 2023. április 14-én kilőtt Juicy Euro. <laughs> missionnel, ami Jupiter Icy Moons Explorernek a rövidítése, ami pontosan ugyanezt fogja csinálni, csak kicsit más a pályán, meg hamarabb mármint, hogy úgy értjük, hogy reméljük kicsit más a pályán, különben bekövetkezik a... Igen, igen, igen. A de mivel mondata... hamarabb, akkor az azt jelenti, hogy a esának a üreszköze az megcsinálja az utat, és akkor csak a názának követnie kell. Így van, így van. Egyértelmű, hogy van benne egy gomba, amely Aha. gomba a fényt követi, ami megy előtte. Aha. Lehet. Csak nehogy a Nem nap szabad nap napfele <laughs> <Igen>. <laughs> Különben cseszhetjük. Megtanítják neki. Nem, Rossz gomba? Nem, nem arra. Rossz gombát nyomta le meg. Ajaj. Annyi, hogy ez a kísérlet ez így lelkesen halad, most akkor ezt kilőjük, és akkor a, tulajdonképpen, ha belegondoltok, akkor lesz egy mű, hogy a, a, az Európának, sőt egy kicsit a Jupiternek is, mert egyszer-kétszer a mellett is elmegy, és akkor ide jön be az a másik remek hír, ezt lehetett itt is olvasni a magyar sajtóban az a héten, hogy a a földnek is lesz most egy pici extra holdacskája, mert hogy felfedeztek egy 10 méteres szikladarabot, ami majd jön, és megörül nekünk itt a következő napokban, mikor is szeptember 29-én csatlakozik ide kvázi kis holdként a, a, földhöz, itt fog pörögni körülöttünk, és egészen november 25-ig itt fog körülöttünk közlekedni, majd elmegy, ahogy most számolják, egyébként visszajön még jövőre, január körül, aztán utána majd csak a 2050-es években, szóval azt lehet, hogy már csak én fogom megnézni, hogy igazok lette. És hát az a Már mindenki más meghal az egész bolygón. Így ebből a díszes társaságból gondoltam. De neked is akkor már szerintem romlani fog a szemed, nem hiszem, hogy látni fogod. Nem baj, majd felolvassa az éhek. Egyébként tudjátok mi van? Az van, hogy ez, hogy ez is bizonyítja, hogy Pataki Attila igenis nem bolond. Mert már rég megénekelte, nem, régen megénekelte, hogy rossz hold kelt föl. Úgyhogy jó van. Ti meg azt hittétek, hogy szegénynek elment az esze. Nem, azt nem, az, abban biztosak voltunk, hogy nem. <síns> Szóval a 2024 PT5-ről beszélünk, amit egy ilyen kis uh, holdként azonosítottak, de ami nekem tök szórakoztató, így összekapcsolva az előző hírrel, hogy a, az embertudósok hód biztosak benne, hogy ez nem egy másik Hold műhold. biztosak? Így. Nem ez idegen uh, galaxisból jövő műhold, vagy tök mindegy másik bolygóról jövő műhold, hanem ez egy igazi kis szikla, ami valahol, mit tudom én, egy másik ütközésből így lecsapódott. Ez majd így jön, kicsit így kering körülöttünk, boldogok vagyunk, elmegy körülöttünk 49-szer, majd elmegy nem, valahova máshova, nem, nem, körülnéz nem, nem, ott, nem, és újra csak, megkerül jó, mondtam valamit. Ez csak egy kört tesz, igazából egy ilyen patkó pályán van, és csak egy elliptikus pályán egy ilyen figyi, 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 kört tesz, a... meg aztán megy el továbbra. Voyager tehát. mit csinált egész pontosan? Gyakorlatilag a gravitációs kutat, ki... gravitációs útját kihasználva a bolygónak egy. Így, így de hogy, Hát igen, ez is, itt is ez történik. De mi azért biztosak vagyunk benne, hogy ez csak egy darab Ez szikra. tök véletlen, igen. <laughs> Úgyhogy mi pontosan ugyanilyet tervezünk máshol. <laughs> Nem? Várjál? De nem, mi azért ide. tervezünk ilyet, mert megfigyeltük ezeket a holdakot, hogy ez így működik. Uh -huh. Csak még nem jöttünk rá, hogy milyen jelet sugároznak. És azért azt gondoljuk, hogy sziklák. <laughs> és az, hogy közben van rajta néhány nagyobb fényképezőgép, ami a föld felé van <laughs> <Nézi>? fordítva. <laughs> Tudod, és akkor nézi egymást két nagy fényképezőgép. <laughs> Sajnos nem tudjuk megfigyelni, mert visszacsillan az optikájukon állandóan a fény. Ja. Ja, a 2006 RH120-as egyébként egy évig volt ugyanígy másodholdunk, de a kedvencem az a 2020 CD3, uh -huh. ami egy pár évet töltött így a föld körül. De hogy a 2020 CD3-ról nektek mi jut be, mert nekem egyébként a... Hát valaki a 3 Windows CD 98 20... cd 2 tehát hogy itt... Így... Nem, hát a 2020 az, a, az, az egy server install volt. Ez a... De hogy tegyem be a harmadik CD-t, már a második is alig fér bele. <laughs> Szerintem megjöttünk. Szóval így tök jó ö, kis fejlemények vannak az űrben, annyi, hogy most erre a Jupiteres küldetésre egy picit várunk, tehát egy 500 adással később. De őszintén is kíváncsian várjuk, hogy mit fognak találni így majd 2032 és 34 között ezeken a holdakon. Az Esa meg a nasa. No, és hogy mászkék beelőzik-e őket, <laughs> utána küldenek-e valami gyorsabbat közben. Ja, és akkor még egy utolsó hír a műhöz és a holdhoz. A NASA egy 5 milliárd dollárt ad potenciálisan az Intuitive Machines-nek. Hát egészen pontosan, hogy ez a, ez a keret teteje, mert hogy minimum 150 millió dollár a következő 5 évre egy 5 éves hosszabbítási lehetőséget arra, hogy kiépítsék a föld-hold kommunikációs infrastruktúrát. Uh -huh. Tehát kihúzzák a kábelt? Így van. Ugye? <laughs> így, így. Mert hogy jelenleg csak akkor lehet beszélgetni a Mert egyébként csak az eleje nehéz. Mert utána elfogy a gravitáció, tudod? Mondom figyelj, azért hogyha föld alatt viszik a kábelt, akkor az sokkal nehezebb. Ja, mert ugye a tiltott, ugye? Oké, értem. Tehát ott van egy kis probléma. Azt hagyjam, de a holdon ugye nem lesz fly-by-wire, tehát így... Igen, meg a hold on nem lehet föld alatti kábel, csak ha éppen úgy a föld alatti pozícióban van a hold maga. Hát honnan nézve? <laughs> hát ez az. Hát mindig ragadom, vagy mindig oda a mindig föld fölött. Figyeljtek ja. és akkor a holdom nem lehet papírsárkányt eregetni? Mert? Több okból sem, de hát miért? Nincs a atmoszféra. A flyby wire jutott eszembe egyébként, hogy így. De nem tudom, miért, mit gondoltál azzal... azzal hát a, a, villám... emberek, a villámok erejét a a felhőkből? Nem, gondoltam, hogy egy ilyen... Mert azok sincsenek, csak azért, csak még mielőtt belekezdenél a kísérletbe. Hát csak, hogy egy ilyen dragon-t de akkor ezért Crew Dragon fog arra menni. <laughs> Látod, igen. <laughs> de egyébként a Holdon úgyse lesz Michelin csillagos étterem. Lehet bármilyen jó a food, azért nincsen megfelelő atmoszféra. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Két hét múlva ismét jelentkezünk. Addig pihenjétek ki a mai sérüléseket. Ne felejtsetek a lájkolni Serelni! Hallgatni a korábbi adásokat, hogyha tovább töltődnétek. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Kedves hallgatóink! Ha közvetlenül az adásunkat szeretnétek támogatni, arra a patreon.com per zárt címen van lehetőségetek. Ha ti is szeretnétek profi podcasteket készíteni, akkor van egy különleges ajánlatunk a számotokra. Ismeritek már az a Zencastert? Ez az podcasting platform minden biztosít, amire csak szükségetek lehet a műsoraitok rögzítéséhez és közzétételéhez. A Zencaster segítségével egyszerűen készíthettek minőségi hangfelvételeket, akkor is, ha vendégeitek távol vannak. Most még jobb hír, ha a zárt osztály podcast linkjét használjátok a regisztrációhoz, akkor 30%-os kedvezményt kaptok az első hónap díjából. Az önkasztár segítségével a podcastelés még könnyebb és hatékonyabb lehet, szóval ne hagyjátok ki ezt a nagyszerű lehetőséget, ezzel minket is támogattok. elindítottam, lepózoltam, hogy azzal ne legyen. <laughs> 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 Lepózoltad? -e? Mint azok a fura figurák beültözve az utcán? Áttör az árvíz a védelmen, és így az és az már régen történt, az a bugyogó, bugyog, bugyog ó. Ó, uh -huh. oh, bugyog. Mindegy. Ó. Oh. ó oh. nem a Trump, az a maszk. A maszk volt, igen. <laughs> Kíváncsi voltam, hogy Trump mit, mit jelentett be hozzá. Az, az a helyzet, hogy most abba keverem a kettőt. Valahogy. Hát olyan. Pedig az egyik narancssárga, a másik zöldes, szóval nem tudom, mit vagy úgy oda. <laughs> nem Trump mást jelentett be. A másik ilyen... Ne volt a kenve biztos izé tetrazinnel. Vagy tar tartrazinnel. tartrazinnel, tar -tar igen. Tar <laughs> tetrazinnel <neked>. <laughs> Mindegy You must die uh, Már úgy értem, hogy be kell, hogy fesselek Vagy mm. neked festenet kell, bocs